bátyám is volt olimpián Rómában, annak is van bronzér, mert nekem arany ezüst, tehát a családban van egy arany, egy ezüst, meg egy bronz. De lehetett volna nekem három aranyérmem. Nagyon könnyen, olyan közel voltam az aranyérmet, mint ahogy mi együtt vagyunk és beszélgetünk. Hát nekem az olimpiáról kijutni fő, hát ilyeneket, hogy fő állni az aranyérmet, átvenni a legfelső dobogóra, és a megszólal a magyar himnusz, hát az akkor fiatalon, 20 évesen, 21 évesen azért az egész világ nézi. Meg vagyok én elégedve a pályafutáson, mert ugye vannak sérülések, is voltak, meg minden, de azért kihúztam egy, mit tudom, egy bizonyos időt, és hát amit elértem, vannak fájó pontok, ilyen kicsit, ilyen kisebb fájó, ugye világbajnokságon voltam 5 olimpián, de egy nagyon jó csapatunk volt, válogatott a mi időnkben, és nem tudtunk, mert az a profi gondolkodás, amit én, hát mondhatom, ilyen szempontból megtanultam, megtapasztaltam kint, az itt nem volt meg abban az időben. Tehát például, hogy kiengedtek játékosokat, ugye, most kiengednek, de most aki kint ott játszik, megszokja azt a légkört, a mérkőzés iramát, és hazahívják a válogatottba, másképp gondolkodik, nem? Dehogy és kijutottunk volna. Nekünk is megvolt, mi profi módon játszottunk, csak hiányzott valami, amikor ma ott voltunk a döntőben, mi játszottunk Európa Kupa döntőt, meg Vásárvárosok kupát nemzetközi, ott voltunk a döntőben angolokat, meg a Juventus ellen, hát hogy tudjuk megverni? Azért előjában az el kell mondani a pályafutásomat, mert egy vidéki parasz családból származok, egy három ezres lakosú, ahol mondjuk akkor Jugoszláviának hívott, Baja alatt, Gara, odavalósi például a Páncs is, az Albert Forrék, ez mind odavalósi, onnan csak jó. Nem beszélve, hogy Baján kezdődött el a pályafutásomat, és mivel hát olimpiáról is szó van, meg minden, ugye, van egy hosszú katinkánk is, az is bajai. Ugye? Tehát hát azért onnan akárkik nem jutottak ki, tehát ott el kellett érni valamit, sőt, még most is vannak, akik edzők, már minden a szintén bajaiak. Nagyon örülök nekik minden. Tehát nekem ott kezdődött el a pályafutásom, különböző okoknál fogva a szülőfalunkat el kellett hagyni, de az nem ide tartozik, egy más volt akkori helyzet, a politika helyzet, stb. Stb. A lényeg az, hogy Baján általános iskolába jártam, 8 évesen ottan, ugye, és aztán hát ott nagyon szerettem a sportot, a kézilabdát, különösen a csapatsportokat, még a vízipolót is, mert ugye a Duna mellett, a Baja az a Duna mellett, a Dunának a mellékága, a Petőfi sziget, Sugovicának hívják, még talán most is, ugye, hát ott közel laktunk is, ott voltunk mindig, tehát szerettük a vízisportokat, az úszástól kezdve minden, a kajaktól kezdve minden, és el is ismerjük, és nagyon örülök, amikor olimpiákon voltunk, és egymásra drukkoltunk, a kint lévők, ugye, mit tudom én, Atlantában, vagy Mexikóban, ahol voltunk, ahol nyertük az aranyérmet, vagy Tókióban. Igen, Baján kezdődött el fiatalon a pályafutás, ott láttak valami, mert igazán jó sportoló, és most nem csak a futballról beszéltünk, de mivel nekem ugye nagyon sok ismerésem volt Spanyolországban, többek között ugye Messitől is kaptam egy dresszt, mert a tanácsadója nekem NBA-es játékosom volt, aki vele van most is Párizsban, meg mindenhova kíséri, mert ugye egy argentin játékos volt, mikor Katalóniába került a Barcelonához, az ottani helyzetet, és van három gyereke, stb. Stb. Kellett egy olyan, aki oda valósik. Nálam játszott, az idősebb volt, visszament Katalóniába is, fölkérték őt, hogy mivel benne van a sportban, stb. Egy nagyon rendes gyerek volt, és hát nem volt problémám találkozni a Messi-re, mert telefonált neki minden, és akkor együtt voltunk, kaptam tőle Messi, nagy képeim is vannak róla, meg vele minden, úgyhogy nagyon megtiszteltetés rá van élva, ő írt spanyolul, hogy nagy szeretettel adja nekem Para Antal Dunainak, ugye? Bátyám után az elment, NB3-ba játszottunk, én már 16 éves koromban láttak bennem valamit tehetséget, adottságot, és ezt akartam az előbb is megmondani, mert ilyenkor annyi mindenütt eszembe, ugye ezektől a nagy játékosoknak, meg ide nem akarom a nevet mondani, ide jár egy más sportág belé, ami szintén lábbal játszanak, és nagyon népszerű ez a sportág itt Magyarországon, találták ki, asztalon játszák, ugye, és én abban is ottan engem azért elismernek, már olyan értelemben, hogy benn vagyok, meg kikérik a vélemény, meg bemutatók, meg ünnepségek. A lényeg az, hogy oda is jön egy nagyon híres játékos, akitől egy zárt körű vasoránál, vezetőkkel és egyebekkel, ugye, mivel nincs nyelv problémán, hát megkérdeztem tőle, hogy szenyor, név szerint ugye nem akarom mondani, hát ha nem szabad, ezeket pedig mindenki ismeri. Ő is tudta, hogy Spanyolországban voltam annyiban, fiatalabb nálam, de hogy lett valaki Puskás? Ez volt a kérdés. Hogy lett valaki Maradona? Hogy lett valaki Pelé? Hogy lett valaki, a most sokat beszélt, Messiről?
Még be sem fejeztem mondatot, ezt csak azért mondom spanyolul, mert azt látom, hogy mindenki tudja. Rögtön rávágta, hogy ami a legfontosabb, lo que más importante, talento y mucho trabajo. Tehát a talentóba kell egy adottság. Mindenbe kell, és nem csak, hogy a futballban egy labda van, meg van egy ellenfél, az is jó akar játszani, ugye? Egymás ellen, mindenki. Na mostan, igen, tehát na most a mucho trabajo-ban ugye benne van sok munka. Tehát nem elég, hogy azt mondom, hogy én szeretnék lenni válogatott játékos. Korabeli újságok azt írták önről, hogy játékára a gyors, lendületes, gólveszélyes. Jó, de jó. Hát nagyon köszönöm ezt a kérdést, eszembe volt minden. Hát az az igazság, hogy megmondom őszintén, hogy amikor az NBA-ben csapatban játszottam, ugye egy hirtelen megnőtt, enyhén azért görbe lábam volt, felső test, papa is aránylag nem volt egy olyan, hát nem egy kövér családból, hogy mit tudom én számom, ugye nem. Hát ugye fiatalon hirtelen nőtt voltam, elég magas volt is, mint ahogy mondja is. Hát ugye megszólalnak a szurkolók meccs után, hogy ügyes az a, ugye mi családi nevünk Dujmov, ugye aztán lett a bátyám először Dunai is, aztán így ismertek bennünket. Hát ugye nem volt kötelező fölvenni, de egy magyar válogatottban azért illik játszani magyar névvel, akkor ezt mondták. Tehát jó szándékkal, de nem parancsoló módon. A lényeg az, hogy hát nem bántott engem, hogy azt mondják, hogy lassú. Ügyes, a labda nem haragszik rá, visszelve egy kicsit, ami, ha nála van, azt csinál a labda, amit én akarok. De lassú. Nagyon bántott. Többször hallottam ezt, nem nekem szemben mondták, de háttérben, meg ugye jöttek vélemények, vagy társágban beszéltek. A lényeg az, hogy mondom, mit kellett csinálnom, ugye akkori szakkönyvek, amik voltak, azért utána néztem, hát az nem volt nagy dolog kitalálni. Gyors csatár, csak jó csatár, csak gyorsasággal lehetsz. Én meg azt akartam lenni, de nem, mondjuk én egyszerűen mondom, nem dumával, nem beszédbe, hogy elmondom, hogy szeretnék lenni NB1-es játékos, szeretnék lenni bajnok, szeretnék lenni gólkirály, szeretnék lenni válogatott, szeretnék lenni olimpiai bajnok. Ez könnyű mondani, de ezért valamit tenni kell, és én ezeket mind elértem, de nem a lottón nyertem, vagy valahol valamilyen sorsjátékon, és ha elmondok egy-két példát, csak az fogtam magamat, magamtól 16 évesen elmentem az atléta edzőhöz, mert ott az atlétika is nagyon ment. Sőt, a tornatanárom egy bronzérmes Mihályfi tanár úrnak hívták, aki ráadásul szomszédságban lakott ott Baján, és bár súlylökésben volt bronzérmes, de hát mint testnevelő tanár azért elvégezte az iskolát, tehát tudta és a sportot szerette, hát ez a foglalkozás a középiskolában. Ő beszélt vele, látta, hogy 1,60-at ugrottam már magasba, fiatalon. Hát ugye azt mondja, külön beszélt velem, azt mondja, hogy hát te 20 évig, te 2 métert fogsz ugrani pár éven belül, el kéne kezdeni atletizálni. Hát mondom, tetszett, hogy megdicsér, meg minden, mert egyedül a torna izében volt ötösem, többében sajnos átmentem az érettségén, az megvan, de nem az erősségem volt a tanulás, mert hát regetőség futballoztunk az utcán, nem volt akadémia, mint ahogy most, Liba legelőn, meg mit tudom én, a Dunaparton, meg stb. A lényeg az, hogy hát kell, hát jól mondom, gondolkozok tanárul, gondolkozok rajta, minden, a másnap nézőtől elgondolkoztam rajta, mondom, hát hogyha ilyen ruganyos leszek, akkor jó fog tudni fejelni a fociba, nem? Mondom neki, ne arra gudjon, de nem. De a lényeget, amit akarok mondani, hogy atléta edzőhöz elmentem. Hogy letek én gyors? Hát fogadott, nekem mondom, mester, szeretnék lenni a gyorságon, futballozok is szeretnék lenni egy gyors a csatárban. Hát azt mondja, nézd, 16 éves vagy, van 4 éved a fejlődés szempontjából, és így ez alatt, ahogy fejlődsz, testileg, szellemileg, ugye, hát, de dolgozni kell. Én megmutatom, ja, először is fussál előttem, hogy meglássam, hogy futsz. Na most el kell mondani, hogy a görbe lábakkal kifelé dobálva, fölső testen, maga inga, 10 métert futottam, azt mondta, állj. Ha tovább folytatod, így elmegy a kedvem a futástól, az atléta edzőnek. Hát megmondom, hogy szerint bántott. De nincs baj,
ha én most megmutatom neked, hogy mit csinálsz, mit kell, hogy kell, először is, mikor befejeztük, én amit mutatok, elmész a sportboltba és veszel egy atlétikai futó szöges cipőt. Abba kell gyakorolnod a futást, mert a futballcipő is vannak stoplik, tudja? Ha nem is szögek, de... Na most azt mondja, figyelj ide, megmutatta neki, nem volt cipő rajta, ezért neki csak elég volt, hanem ugye meg tudnám mutatni itt élőben is, mert annyira bennem van, sőt mutattam is a játékos társaim, nem is a játékos társaim, hogy olimpiai csapatnál voltam, ugye meg minden, hát ott a fiataloknak mutattam, tetszett, és nekik is gyakorolták is. Tehát először is, mivel magasra hirtelen őt hosszú lábadon, skippelve indulsz, és egy-két méter után már nyújtod a lábadat, és akkor él. A futballban, hogy mondjam, nagyon fontos, nem a 100 méter, az is 30 méter. De abban az időben volt egy olyan időszak, hogy az MLS jó voltában egy profi mentalitást, hogy így mondjam, behoztak egy olyan követelmi rendszert, hogy Cooper-tesztet kellett futni 12 perc alatt 3200-t, aztán kellett futni 200 métert, a 100 métert, azokat meg szeretem is, és 10-szer 30 métert 20 másodperces pihenőkre. 30 méter, 20 már pihenő, vissza. Na most, ha elmondom, most sokan még csodálkoznak, vagy azt hiszik, hogy füllentek, hogy így mondjam, hogy 11-en belül futottam a 100-at. De nem egyik napról a másikra. És majd még mondok még egy példát, ami szerintem a mai fiataloknak, hogyha hallgatnák, de ez a mai modern világban másképp gondolkoznak a fiatal, mi időnkben nem volt laptop, meg mit tudom én, meg a ennyi televízió, meg a futball, meg a más sportágbelieket is ugye mutatják élőbe, hát azon lehet sok mindent tanulni, lehetne, vagy gyakorolni, csak kellene csinálni. Tehát a 30 méter volt olyan idő, hogy 3,5 alatt futottam. Hát az, aki... Na most mikor már... De mondom, és akkor még mondok még egy példát, hogy van olyan, ma olyan fiatal focista, jó, hát profizmus van már, ugye meg minden, de akkor is, hogy én 18 évesen Pécsre megyek, 18 évesen ott debütálok, Pécsen, sose felejti az ember az első bajnoki meccse Győr ellen otthon, nem pár... Ott mostan ugye nincsen egy csapat, egy Pécsen nincs, egy Szegeden nincs, abban az évben volt, egy nagyvárosban. Nekem ez furcsa. Tehát nem azért, hogy a kisebb városkában vannak emberek, hát ott is legyen, ott is, aki jobb csapatot csinál, meg minden, de nincs közönség, nincs, hogy is viják. Nekünk 20-25 ezer ember fért be a PVSK stadionban, mindegy akkori Pécsi stadionban. Én azelőtt játszottam a NB1-es bajnoki meccsemet, és egynora nyertünk, és mit gondol, kirúgta a gólt. Ugye milyen vízé voltam, milyen, hogy is az közönség, és ráadásul bátyámmal játszottunk, képzelti, Dunai 1, Dunai 2. Aztán, mikor nagyon rosszul játszottunk, és lejjebb volt a tabellán, mert a Pécs nem a bajnoksági játszott, lejjebb voltunk, akkor ugye kiabáltak, Dunai 1, Dunai 2, jó lesz nekünk az MB2. Ja, Istenem! Az ember megjegyzett, mert voltak ilyen is, nem sokszor, mert nem kellett. Tehát nagy megbecsülő volt, hogy azért két testvérét csatársába játszani, és a bátyámtól sokat is tanultam, meg gyakoroltunk, meg példákat adott nekem, mert neki is volt tapasztalata, hiszen bronzérme van, ugye már mondtam.